Nézek, kérem szépen, én remélem, hogy sose leszünk egy nagy Amerika. Mert egyszerűen azok a sok belső különbségek egy óriási érték. Az európai kultúrának az alapja, mind ezek a nyelvek, a kis nyelvek is. Nézze, én sokat foglalkozom éppen itt a parlamentben az úgynevezett kis nyelvek védő csoportjával. Olyan dolgok, mint az occitan, vagy a katalán, vagy a baszk nyelv, ami tényleg ad valamit a mi kultúránknak. Éppen a kis nyelvekből jön sok ilyen gazdagság, sokat gazdagítja a mi kultúránkat. Úgyhogy nálunk mindig különbségekre lesz szükségünk, mindenki menje a saját útján, és csak abban legyünk egységesek, ami döntő. Azaz a biztonság, mondjuk a közgazdaság nagy irányítása, és mondjuk bizonyos belső döntések, de más nem szeretnék, hogy egyecsüljön. Nem szeretném azt, hogy mi olyan amerikai melting pot legyünk, mint ahogy ez az van. Úgyhogy a nemzeteknek, a nyelveknek a különbségét meg kell tartanunk, de meg tudjuk úgy oldani, hogy sokkal több nyelvet tanuljon mindegyikünk, mint ahogy ma az tény. Nézze, és ennek van egy nagy hibája, ez az, hogy a gyerek, amikor legfiatalabb, legkönnyebben tanul nyelveket. Ha már egy kicsi idősebb lesz, akkor már sokkal nehezebb. És mi az ellenkezőjét csinálunk? Mi minden haszontalanságot akkor adjuk a gyereknek, amikor még kicsi. És az, ami az életre marad, a nyelv, azt neki később adjuk, és ez a mi hibánk. És ezt meg kell változtatnunk, és főleg az, hogy egyrészt vannak ugyan nagy nyelvek, amelyekkel foglalkoznunk kellene, de vannak a mi szomszédaink nyelvei is, és ezeket is meg kell tanulnunk. Az Európa jövője abban rejlik, hogy mi megtartjuk a különbségeket, és főleg, hogy mi befelé decentralizáljuk ezt az Európát. Hogy tényleg lentről fölépítsük, és nem kezdjük a tetővel, mint ahogy a bürokraták sokszor próbálják.